Sziasztok! Ebben a videóban Lime-mal fogunk Scrap Manic-ban Star Wars-os vadászgépekkel egymás ellen harcolni, vágjunk is bele! Itt is vagyunk a játékba, itt van már velem Lime. Sziasztok! Övé lesz a TIE Fighter, amit építettem, az enyém az pedig ez a Jedi vadász. Ilyeneket használtak ugye a klónok háborújába, mindkét építmény modos, ugye igaz a Star Wars-ban nem harcoltak ezek egymás ellen, mert nem ugyanabban a korban voltak, de ettől függetlenül mi most egymás ellen fogunk velük harcolni, és meglátjuk, hogy melyikünknek mennyire fog menni, be is, én fel is szállok. Én itt ki is tudok szállni! Ne essek ki! Basszus, ne! Majdnem kiestem a gépből. Indulhat a harc? Igen. 3, 2, 1, és el is indult. Most már akkor lehet lőni. Nem kapod az évet? Nem. Milyen magasan vagy már mi a franc? Szerintem zuhanok. Szerintem nem. Majd fogsz. Ah! Csak én ne zuhanjak közben. Azaz! Kapott egy találatot a TIE Fighter! Már nem egyenes annyira. Lássuk a pilótája. Jó, meg tudja tartani. Ah! De bármit csinálok, ez nem marad meg. Rossz kutya. Pedig nem kaptál valami nagy találatot. Úgy látom, nem a legstabilabb a géped. Mint a kicsit kacsázna. Akkor mehet tovább a harc? Nem, feladom. Megint lezuhanok. Jó. Na, akkor most következik egy Jedi vadász, vagy Jedi vadász. Lássuk, hogy melyikünk a jobb pilóta, mindketten ugyanazzal a géppel vagyunk. Úgyhogy nem lehet kifogás ebben. Akkor 3, 2, 1. És akkor elindultunk. Egyébként nem gyakoroltam a géppel, csak teszteltem. Az a baj, hogy kicsi a gép amúgy. Nehéz eltalálni. Nem kaptál? De, nem. Egyelőre nem. Mint ha eltalál. De még fenn vagyok. De kaptál? Hát, 3 blokkot ütöttél le. Na, de akkor te már kaptál sebzést. Á, ne! Eltaláld? Menekülünk. Nem működik valami rendszer, az biztos. Á, nehogy már te is kifogásokat kezés. Hát, tényleg nem működik valamilyen rendszer. De működik. Hát dehogy működik, hát nem működik a stabilizátorom, nem látod, hogy fejre bukok? Biztos, hogy meglőttem. Hát igen, azért nem működik. Ja, azt hittem, hogy kifogásokat kezés. Mert lezuhantam. Na de ez... Csalás, amúgy egy helyben maradt végig. Igen, ezt most nyerted. Na, én felszálltam. Ebben borzasztó a stabilizátor rendszer. Tudom. Na, hát akkor szerintem... Hát nem az, majdnem felborultam, mert nyomtam egy kis gázt. Na, akkor indulhat az utolsó kör. Lime ellen, TIE Fighter vs. TIE Fighter. Lássuk, hogy ezt ki nyeri meg. Megint ugyanolyan képekkel vagyunk. Valahogy én mégse közeledek annyira hozzád. Hát, de folyamatosan fölfelé mész. Te mondtad, hogy ne menjek föl. Jó, itt van. No, eltalált, és borul ez a bigyó. Ajaj, ajaj. Jó, zuhanjunk le. Hé, nem menekülj! Hé, nyertem, vagy mi? Nem. Megtartom a gépet, ha nagyon nehezen is. Újra aktívak a rendszerek nagyjából legalábbis. Kezdünk stabilizálódni. Jajjajj, áj, de borul a gép, az a baj. Ez így nem lesz jó. Nem fogok tudni előre menni nagyon. Egyébként csaló taktikát alkalmaz, mert felrepül és megáll egy helybe. Úgy én is tudok célozni, hogyha nem kell közben mennem sem erre. Nem, meg mi volt helyzetel? Nem menekül. Hát nem menekülök, zuhanak éppen éppenséggel. Ebből eltaláltál, de semmi sebzést nem kaptam. De most a plafonon vagyunk? Azaz! Azaz! Lövöm, 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 lövöm! Zuhan! Zuhan a TIE Fighter! Zuhan Lime! Na, meg tudja fogni?
Nem, mert kilőtted szerintem, amivel... Na? Azt hiszem kilőttem egy gomb. Szerintem egy gombom, de gombomat kilőtted. Zuhan, kaptál elég sokat, mindkét szárnyatat szétlőttem elég rendesen. És... Hol vagy? Ott. Hol? Állj, palettad, jaj, meg ne lőjön. Jó, megint zuhan. Ott esik. Puff. Na? Elismert, hogy nyertem. Hé, itt vagy. Igen, itt vagyok, de te is itt vagy. De... Jó, de miért repül? A részeg, tiszta részeg. De s lezuhan. Hát de állszor zuhansz még le. Jó, nyertél. Na, akkor az utolsót megnyertem. Ennyi volt. Mindketten mentünk mindkét géppel. Úgyhogy nem volt rossz. Egyébként valószínűleg majd mindkét gépet feltöltöm Steam Workshopra, ott lesz a linkje a leírásban. Lehet, hogy lesz még a jövőben is hasonló. Viszont ez a videó ennyi lett volna, ha tetszett és még nem tetted meg, iratkozz fel, nyomj egy lájkot, találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Sziasztok!